Július közepétől augusztus közepéig mintegy hónapon át zajlik az őzek üzekedése, azaz násza. Ilyenkor az egyébként szelíd és óvatos vadak veszélyérzete jelentősen lecsökken, ösztöneik felülírják félelmeiket. A nap bármely szakában előfordulhatnak, mondja Agyaki Gábor vadász, az Országos Magyar Vadászkamara Baranya vármegyei szervezetének elnöke. Előfordul az, hogy ki szaladnak az úttestre, főútra, autóútra, akár még esetleg, ne adj Isten, autópályára is, ami sokkal nagyobb galibát jelent. Természetesen, bár mindegyik nagy galibát jelent. Úgyhogy ilyenkor az őz általában a suta megy a bak előtt, és úgymenet ördöggyűrűnek hívjuk, vagy boszorkánygyűrűnek is nevezi a szaknyelv, amikor körbe-körbe űzi, hajtja a bak a sutáját a borítás előtt. Tehát a szaknyelv borításnak mondja magát a párzást. Tehát a borítás előtt, mert űzi, hajtja, és ebben a látszólag esztelen futkosásban, ami ilyenkor történik, nagyon sokszor előfordul, a suta se figyel, és a bak sem figyel arra, hogy merre mennek, és egyszer csak kint találják magukat az országúton, vagy esetleg a falu szélén, vagy a falu közepén. Tehát minden előfordulhat, őrültek ilyenkor, minden szerelmi násznál, minden vadfaj gyakorlatilag ilyen. Ebben az időszakban a kiszámíthatatlan irányban szaladgáló vadak bármikor keresztezhetik az autóval közlekedők útját, nappal is. Ennek következtében a vadbalesetek száma megnő, hangsúlyozza Agyaki Gábor. A vad és gépjármű ütközést a törvény a veszélyes üzemek találkozásába sorolja már 96 óta. Gyakorlatilag 96-ban egyszer volt egy változás, aztán újból visszakerült ebbe a kategóriába, ami annyit jelent, hogy ha két veszélyes üzem találkozik, akkor mindenki maga viseli a kárt. Az autós az autóban okozott kárt, a vadásztárság vagy a jogosult éppen, aki ott vadászik, az pedig a vadban okozott kárt, hiszen itt is van egy tenyészérték. Vannak bizonyos felróhatóságok a törvény szerint, az pedig a felróhatóságba az tartozik bele, hogyha a vadásztárság mondjuk kihajtja a vadat az útra, tehát egy hajtás van, vagy ilyesmi, és kihajtja az útra, akkor ott a vadásztárságnak felróható ez a magatartás. Valamint, hogyha 200 méteres körzetben az úthoz 200 méterre etetőt helyeznek, és oda szoktatják a vadat. Az autósoknak is van felróhatóság, az ittas vezetés, a gyorshajtás, és minden, ami a kreszbe elő van írva, ezek a felruhatóságok vannak. A vadkárok pedig igen komolyak. Egy őz értéke 2-300 000 forinttól akár 1 000 000 is elérheti, teszi hozzá a vadász. Éppen ezért a kihelyezett vadveszélyt jelző táblákat nagyon komolyan kell venni, hangsúlyozza. Az utóbbi időben sajnálatos módon gyakrabban tévednek fel vadak az autópályákra is, mondja Agyaki Gábor elnök. Egyre gyakrabban, hiszen egyre nagyobb az úthálózat, több az autópálya, és talán nem olyan jók a kerítések sem. Nem tudom, ezt én most nem akarok ebbe belemenni. A lényeg az, hogy volt egy jogszabályváltozás, amiben az autóút és az autópálya ugyanúgy beletartozik, tehát nem felrólható az a vadnak. Egyébként ez a legfontosabb kérdés ebben, hiszen a vad a természet része, és itt él, és itt élt mindig is, az, hogy most sokan kiköltöznek, és vesszük el az élőhelyet a vadtól, tulajdonképpen minden nap, minden percben, minden órában vesszük el az élőhelyét, valahol élnie kell, és ezért aztán nem felrólható az a vadnak, hogyha esetleg megjelenik az úton, az autóúton, autópályán, bárhol, hiszen ő itt él, neki itt kell élnie, nem tud máshova menni. Ha utunkban vadak kereszteznek, ne rántsuk félre a kormányt, ne próbáljuk kikerülni az állatot, mivel ez további balesetveszélyes helyzethez vezethet. Ilyenkor lassítsunk és álljunk meg. A szakemberek vadbalesetekre vonatkozó biztosítás kötését javasolják, így ugyanis egy esetleges baleset bekövetkezésekor elkerülhető, hogy az autósnak mélyen a pénztárcájába kelljen nyúlnia.